következőről volt szó. Ugye a halicának a menetrendjéről beszéltünk. A halicának pedig három része van. Az olvasás, a cipőlevétel és a kiköpés. Ugye ez a három dolog. Ugye az olvasás az, hogy az asszony felolvassa azt a pár mondatot, ami a Tórában magában benne van a halica kapcsán. Kiköp, leveszi a cipőt a sógorról, és ezzel jön létre a halica. És arról volt szó tegnap, hogy mindenféle teoretikus precedenset vitattunk, és arról volt szó, hogy ha kiköp az asszony, akkor onnantól fogva akkor már nem tud ibumot csinálni, vagy sem. Mert hát már kiköpött, akkor már lehet, hogy az... Tehát erről beszéltünk, hogy valaki sokat köpköd, akkor nem olyan szerencsés ebben a helyzet, mert köpött egyet, és már azt mondja, uppá, akkor itt már halicát akar csinálni, és így már nem tud akkor ibumot csinálni. És akkor erről volt szó, és úgy tűnt abból, amiről beszéltünk tegnap, hogy Rabbi Akiva szerint önmagában egy ilyen kiköpés az nem teszi alkalmatlanná arra a nőt, hogy ibumot csináljon. Ez még nem azt jelenti, hogy akkor itt most halica volt betervezve. És erre kérdezi a Talmud a 104-es lap alján, mi a már Rabbi Akiva de kikalai paszla? Valóban Rabbi Akiva azt mondta, hogy egy köpés önmagában az még nem teszi alkalmatlanná a halicára. Ha tánya halca velöj rakka velöj kara halica szaksejra. Tanultuk egy brájtában, hogy valaki kiköpött, ha valaki levette a cipőt, levette a szandált a sógorról, de nem köpött ki, és nem olvasott, halica szaksejra, akkor a halica az kóser. Tehát, hogy csak annyit csinálta áronból, ami a legfontosabb, hogy levette a sógornak a szandáját, akkor az már kóser halica. Rakaka ve loj halca ve loj kara, halica szabszula. Ha kiköpött, és levette, de nem vette le a cipőt, és nem olvasott, akkor nem megfelelő a halica. Kara ve loj rakaka ve loj halca, hogyha olvasott, és nem köpött ki, és nem vette le a cipőt, én kambész mihus, akkor semmit nem jelent, nem kell semmibe se kell venni ezt az egészet. Most ugye mindesetre mit látunk, hogy a köpés önmagában még nem teszi, sem a köpés önmagában, sem az olvasás önmagában nem teszi a halicát érvényessé, hanem csak maga a szandál levétel. Most ez kinek a véleményét követi ez a brájta? Hogyha visszaemlékeztek, a tegnapi nap, akkor látjátok, bár itt a táblát most csak így úgy mutatom, hogy látható legyen. Tehát itt ugye arról volt szó, hogy a három dologból, ha egy nem teljesült, akkor jó-e a halica, érvényes-e a halica, vagy sem. Ha csak halica volt, meg köpés volt, akkor igen. Ha olvasás és köpés volt, akkor nem. Ha halica és olvasás volt, akkor Rabbi Lezer szerint nem. Rabbi Akiva szerint igen. Oké? Okay? Most az a kérdés, hogy ez a brájta, amit most olvastunk, amiből az derül ki, hogy önmagában a köpés és önmagában az olvasás az nem tesz érvényes halicát, de önmagában a cipőlevétel az igen. Ez kinek a véleményét követi? Rabbi Eliezer véleményét követi, vagy Rabbi Akiva véleményét követi? Ílém, Rabbi Lezer, halica, halca velei, rakaka velei, kara, halica, aszak, séra? Lehetséges, hogy Rabbi Lezer? Hogyan lehetséges az, hogy Rabbi Lezer azt mondja, hogy csak önmagában egy halica révén, tehát a cipőlevétel révén létrejön maga a halica érvényese? Ha halmar Rabbi Lezer kachaja az, hogy davasú májsze meakev. Ugye ez nem lehetséges, miért? Mert mi volt a vita Rabbi Lezer és Rabbi Akiva között? Mikor azt mondta Rabbi Lezer, hogy ha önmagában csak halicát és olvasást csinált,
akkor nem érvényes a halica. Rabbi Akiva pedig azt mondta, hogy igenis érvényes. Akkor mi volt a vita Rabbi Lezer és Rabbi Akiva között? Rabbi Lezer azt mondta, hogy amikor a Tórában azt olvassuk, hogy ezt az egész esetet, hogy a nő azt mondja, hogy nem akar engem elvenni a sógorom, és eljön a sógorhoz, és azt mondja, kahaja asszele is, így legyen annak a férfinek, aki nem akar emléket állítani a testvérének. És azt mondta Rabbi Lezer, hogy így legyen annak a férfinek, ez arra tanít, hogy minden olyan cselekvés, ami a halica szertartás része, ami a férfivel kapcsolatos, az, vagy pontosan minden olyan cselekvés, ami cselekvés, nem olvasás például, az szükséges előfeltétel annak, hogy érvényes legyen a halica. És ezért önmagában, hogyha elmarad a köpés, ami ugyancsak cselekvés, az érvényteleníti a halicát. Mit mondott ezzel szemben Rabbi Akiva? Hogy a szöveg azt mondja, így legyen annak a férfinek, így legyen a férfinek. Tehát csak az a cselekvés előfeltétel mindenképp, ami a férfivel kapcsolatos cselekvés. Most akkor visszatérve Rabbi Lezer, tehát mit mond? Hogy a köpés nélkül halica és olvasás az nem elég, akkor biztos, hogy halica önmagában nem elég, tehát ő nem az ő véleményét követi ez a brájta, mert mi brájtánk mit mondod, hogy önmagában halica is elég. Akkor ez nem lehet más, mint Rabbi Akiva. Ő azt mondja, hogy halica és olvasás elég, és halica is elég. És ugye mi mit tanultunk? Tehát akkor, bocsánat, el a Pshita Rabbi Akiva, akkor kit követ az előbbi brájta? Rabbi Akivát. És Rabbi Akiva ezek szerint azt mondja, ha csak levette a cipőt, az jó, de ha csak köpött, vagy ha csak olvasott, az nem jó. Most. Meg Tani, rakaka velei, halca velei, karaka, lehet, szabszula, lemár. Íléme leálma, mit jelent az, hogy nem elég jó? Akkor azt mondom, hogy csak köpött, az nem elég jó, az mit jelent? Ugye két dolgot jelenthet a halica. Két fázisa, vagy két szintje van a halica érvényességének. A teljes érvényesség az az, hogy megtörtént a halica, és innentől fogva az asszony bárkivel házasodhat, nem csak a sógorával. De tegnap tanultuk, hogy van egy ilyen félig érvényes halica. Ez az, amikor arra nem elég jó a halica, hogy kiházasodjon valaki idegennel, de arra már elég, hogy a sógorral viszont már ne házasodhasson. Most, amikor azt mondta itt a Brájtop, hogy ha valaki kiköpött, de nem vette le a cipőt, és nem is olvasott, akkor nem érvényes a halica, az mit jelent? Ha azt jelenteni, azt akarjuk ezzel mondani, hogy nem érvényes a halica abban az értelemben, hogy kiházasodhat egy idegenhez, az psita, az magától értetődik. Hiszen biztos, hogy az nem egy érvényes halica, ha valaki csak a szertartás három részéből, három elényéből egyet csinál. Mi hávja halica, de egy stari lálma? Ele láv le achim. Ha nem, akkor miről szól? Hogy ez elég erős ahhoz, hogy a testvérekkel már ne tudjon jibumot csinálni. Hogy az a kérdés, hogy elég erős ahhoz, hogy a testvérekkel ne tudjon jibumot csinálni. Tehát amikor a Mishna a Brájta azt mondja, hogy amikor kiköpött, az nem elég jó, az nem halica, nem azt akarja mondani, hogy ez nem halica olyan értelemben, hogy nem házasodhat ki idegenhez, hanem azt is akarja mondani, hogy nem halica abban az értelemben, hogy még ahhoz sem elég erős, hogy letiltsa a sógort a házasságból. Értitek? Vagy nem vagyok követhető? Még egyszer. Mit mondott a Brájta? Ha valaki csak kiköpött, az nem halica, nem érvényes halica. Mit akar ezzel mondani? És? Igen, de itt most Rabbi Akiva véleményét követjük. Várj, keves dolgokat. Amikor azt mondtuk, hogy pedig hogy cselekvés, akkor ott az volt a kérdés, hogy ha elmarad egy cselekvés, akkor az még, pillanat, ha elmarad egy cselekvés, akkor tud-e érvényes lenni a halica vagy sem? Rabbi Lezer azt mondta, hogy nem. Itt most nem Rabbi Lezerről beszélünk, hanem Rabbi Akiváról. Rabbi Akiva azt mondta, hogy csak akkor teljesen érvénytelen a halica, hogyha
hogyha maga a férfivel kapcsolatos cselekvés marad el. Oké? Most. A mi brájtánk az mit mond? Hogyha csak köpött, de nem vette le a cipőt és nem olvasott, hogy nem érvényes a halica. Mit jelent az, hogy nem érvényes a halica? Biztos, hogy nem csak annyit jelent, hogy nem érvényes olyan értelemben, hogy nem házasodhat ki egy idegennel, hanem olyan értelemben is nem érvényes, hogy nem történt semmi, hogy még a testvérekkel házasodhat, még a sógorokkal, valamelyik sógorral csinálhat hibumot. Akkor mit látok? Hogy van egy brájta, ami értelemszerűen csak Rabbi Akiva lehet, ahogy azt az előbb levezettük, és mégis mit mond a brájta? Hogy önmagában a köpés az zéro, nulla, semmit nem ér. Oké? Okay? Világos? Azt hittem, hogy lesz egy kérdés de nem, ezt most csak tisztáztuk. Érthető? Akkor még egyszer összefoglalnám. Hát Rabbi Akiva azt mondja, Rabbi Lezer mit mond? Rabbi Lezer azt mondja, hogy addig érvényes a halica, hogyha a háromból az az egy dolog marad el, ami nem cselekvés, ami az olvasás. Tehát, hogyha volt cipőlevétel és köpés, akkor az érvényes. De ha csak egy volt ezekből, akkor az nem érvényes. Rabbi Akiva azt mondja, hogy csak akkor teljesen érvénytelen a halica, hogyha a férfivel kapcsolatos cselekvés marad el, tehát maga a cipőlevétel. De hogyha a cipőlevétel maga megvan, akkor érvényes a halica. Akár olvasással, akár olvasás nélkül. És azt is mondja Rabbi Akiva, hogy a köpés önmagában az annyira érvénytelen, hogy nem csak, hogy nem menti fel az asszonyt olyan értelemben, hogy házasodhat mostantól egy idegen férfivel, hanem olyan értelemben is érvénytelen, hogy még házasodhat bármelyik sógorával. Azt mondja a Talmud, ule Rabbi Akiva, máisnare kiko, máisna kirja. Azt mondja a Talmud, és Rabbi Akiva szerint mi a különbség az olvasás és a köpés között? Kárja de isza bén betchila bén beszaif, laj michle felé. De kika de lész, de betchila lész, de szaif isza michle felé, asszule misre, ve asszule misre, chalutza le achim. Mi a különbség az olvasás és a köpés között? A köpésből csak egy van. Ugye egyszer köp ki a nő a szertartás során. Az olvasásból kétszer, mert a menetrend az volt, hogy fölolvasta a szöveget, kiköpött, nem emlékszem, mi volt előbb a köpésre a cipőlevétel, mindenesetre kiköpött, cipőt levett, és olvasott megint. És ezért az olvasásból kettő van, és azért, hogyha valaki csak önmagában olvas, az ott tényleg nem kérdés, hogy senkiben nem merülne föl, hogy akkor ez már halica. Miért? Mert mit fog mondani? Csak azért, biztos azért nem volt elég ez a halicára, mert csak egyszer olvasott, nem olvasott kétszer. De a köpésnél, ha azt mondanánk, hogy ez teljesen az semmi, akkor az emberek azt hinnék, hogy ha köpésnél azt mondanánk, hogy az valami, hogy az mégis számít, akkor az lezavarodtam. Ha valaki látja, hogy a nő kiköp, akkor azt feltételezheti, hogy már túl van a többin. Hogy nyilván már levette a cipőt, és már olvasott. És azért azt feltételezné, hogy teljesen megengedhető hogy megengedhető a nő, és kiházasodhat. És ezért kell hangsúlyozni, hogy őt nem érvényes ez a kiköpés, mert könnyebb keverni
ezt a kiköpést egy olyannal, ami egy valós kiköpés. Az olvasásnál nem könnyebb keverni, mert az emberek, ha látják, hogy olvas, akkor még mindig nem fogják azt gondolni önmagában attól, hogy látják, hogy olvas, hogy túl van mindenen, mert benne van a pakliban, hogy az olvasás ez csak az első olvasás, és még az elsőt nem volt meg. Oké, megyünk tovább. Ikad amri hafus salchulék. Ugye ez az egész diskurzus ez abban indult ki, hogy Smuel apjának küldtek egy üzenetet a bölcsek, és ennek az üzenetnek a nyomán mondtuk, amit mondtunk. Most van egy ugyanennek az üzenetnek, vagy az üzenet küldésnek egy másik változata, és azt szerint akkor megnézzük, hogy az hogy néz ki. Ikadámi, mások szerint a következőképpen nézett ki. Hafus Salkoné a következő üzenetet küldték a bölcsek Smuel apjának. Jövamase rakaka, tachlajsz, ve én egy szichalarök pámacheresz. Ha egy sógornő kiköpött, akkor innentől fogva elég, ha leveszi a cipőt, és nem kell többet még egyszer kiköpnie. Az első változat szerint az volt, hogy ha egy nő kiköpött, azt üzenték neki, ha egy nő kiköpött, akkor többet nem csinált hibumot. Ugye? Ez a mostani változat szerint meg mit mondunk? Ha egy nő kiköpött, nem kell még egyszer kiköpjön. Lényeges különbség, ugye? De nem, gondolhattam volna, hogy önmagában... Eddig miről volt szó? Ha egy nő véletlenül kiköpött, vagy valamilyen oknál fogva kiköpött, kész! Többet ő már nem csinált hibumot. Oké? Eddig ezt hittük, hogy erről van szó. Most de azt mondjuk, hogy egész másról volt szó. Az, hogy egy nő egyszer kiköpött, és akarja folytatni, és akar csinálni halicát, hiába ezek szerint előbb kéne, hogy legyen a halica, és utána a kiköpés, ő már kiköpött, hogy csinált halicát, nem kell még el... Van egy nő, nem akar köpködni. Ő egyszer köpött, akkor nem kell még egyszer köpjön. Szerintem, hogy itt nem arról van szó, hogy érvényes a halica önmagában, bocsánat, hogy a köpés önmagában bármit elért volna, hogy mindentől fogva már csak halicát lehet csinálni, nem lehet csinálni. Nem erről van szó, az, hogy ha akarom, ez a köpés már ki van pipálva. Nem kell többet köpködni. Ki a hida asszilek a méder abiámi. Történt egyszer, és ez a történet megerősíti ezt a változatot, hogy jött egy nő, Rabbi Amihoz. Habe Yassif Rabbi Abba bar Mamol Kmei, és Rabbi Abba Mamol fia ott ült Rabbi Ami előtt éppen. Rakaka, mi kamed de tachlajc. És a nő előbb kiköpött, mielőtt levette volna a férfi szandáját. Ami Rabbi Ami chalajc la, usari le tigrab. Én azt mondta ki, Rabbi Ami, csak vedd le akkor a cipőt, és mehetsz. Magyarul azt mondta, hogy nem kell még egyszer kiköpni. A sorrend az lenne, az előbb nem tudtam, de a sorrend az lenne, hogy olvasás, cipőlevétel, köpés, olvasás. A nő kiköpött, azt mondta ki Rabbi Ami, oké, vedd le a cipőt, nem kell utána, nem kell még egyszer köpködj. Amellé Rabbi Ami, haba innen mirek, Rabbi Ami felszólt, várjál csak, de hát ha levette a cipőt, utána kell még köpnie. Ha rakak ala, én azt mondta ki, nem, még már köpött. Egy tiroiku mába káher, azt mondta ki Rabbi Ami, nu, akkor még egyszer köp. És akkor mi van? Nem tud még egyszer köpni? Miért köpjön még egyszer? A biztonság kedvéért. Nafik minél kurva, erre azt neki nem, ne köpjön még egyszer. De ilyen már te hádebet írjaik, de most azt mondanám neki, hogy köpjön ki még egyszer, amrére kikek a májsza nézbe ma sasa. De az emberek azt feltételeznék, hogy az első köpésnek nincsen súlya. De azt hiszem, istrek a luce láhin, és egy ilyen következő jövőbeni esetben, amikor a nő előbb köp, és utána veszi a cipőt, azt mondanák, hogy nem is érvényes a halica, és megengednék, hogy házasodjon a sógorral. Nem akarom, hogy haba innen köszidram. Nem akarom, hogy ilyen félreértés legyen, és mindenki kell, hogy tudja, hogyha megfordult és előbb köpött, az sem baj. Ugye? Neked is ez jutna eszedbe. Látnád, hogy kiköp, és akkor azt mondta neki Rabbi Ami, várjunk csak, haba innen köszidram. Nem sorrendbe kell csináljuk az egészt? Olvasás, halica, köpés, olvasás? Te szidralai mákva. Igen, sorrendbe kell csinálni, de ha nem sorrendbe csinálta, akkor sincs érvénytelenítés. Attól még nem lesz érvénytelen a dolog. Húsz szavad, de hogy jök a mátkele, nafak, dák, váskak. Azt hitte Rabbi Ami, hogy ezek a válaszok, ezek csak ilyen mondva csinált válaszok voltak Rabbi Ami részéről.
elment, és jobban utána nézett a dolognak, és megtalálta, hogy igaza van Rabbi Áminak. Tényleg így van. Mert talált egy brájtát, ami a következőt mondta. Bénységdim chalica le kika, bénységdim kika le chalica, más se asszony, asszony. Brájta azt mondja, hogy mindegy, hogy előbb köpött, és utána vette le a cipőt, vagy előbb vette le a cipőt, és utána köpött, a chalica az érvényes. Tehát a sorrend az az kell, hogy legyen, hogy olvasás, chalica, köpés, olvasás, de ha megfordította a sorrendet, attól még érvényes a dolog. Kedves barátaim, történet úgy szól, ismétek azt a történetet, amikor vannak ezek a zsidó viccek, hogy a kérnek rabbit a faluba, és akkor küldenek egy jelöltet, és a jelölt így, ilyen, úgy, amúgy mindenféle ilyen zsidó vicc meg történet van. Mi van itt egy ilyen történet? Kértek egy rabbit a faluba, Lévit küldte Rebi, és elment Lévi, és amikor oda ment a faluba, akkor felállították egy hordóra, és elkezdtek tőle kérdezni. Nézzék, hogy mennyire tud rabbi lenni. Igen, igen, igen. Itt nincs benne, de a Jerusalmiban ezt mondja. Nem hordó, de egy ilyen emelvényre. Szóval, hogy felállították egy emelvényre, és ott elkezdtek tőle mindenféleket kérdezni. Nézzék, hogy mennyire érti a dolgát. Bóminé, gidemetsz mautachus. Több kérdést is feltettek, összesen három kérdést. Kettő a halicával volt kapcsolatos, a harmadik pedig egész más témával, Dániel könyvében. Mi volt az első kérdés? Egy kéz nélküli nő tud-e csinálni halicát? Mert ugye le kell vegye a cipőt, de ha nincsen keze, akkor tud-e csinálni halicát. A következő kérdés az, hogy ha egy nő kiköp, de vért köp, akkor az jó-e vagy nem? Harmadik kérdés. Máhu, ával ágidlek, ha ezt a rasumbik száv emesz, megjelent az angyal Dánielnek, álmában. Dániel könyve 10-es fejezet 21-es mondat, és azt mondta neki, most pedig megmutatom neked azt, ami az égben igazírással van írva. Mi az igazírással? Miklál de ika, se én nejem ez? Van olyan írás az égben, ami nem igaz? Lőj, hávú bejadé. Nem tudta a választ a kérdésekre. Szegény megbukott. Azt is sajnálom, hogy mind rassad, eljött, visszajött a jesivába, és megkérdezte, hogy mi van ez, mi a kérdése válasz. Amrulej, mik szíve halcob biad. Az első kérdés az volt, hogy kéz nélküli nő csinálhat a halicát. Azt mondták neki, figyelj, hol van az írva a Tórában, hogy és vegye le a kezével a cipőt. Vegye le? Ami azt jelenti, hogy a fogával is leveheti, a szájával is leveheti. Kinek? Most nem a férfiről, az egy másik kérdés. Most azért nincs keze a nőnek. Azt mondta, arra volt szó, hogy ha tértől lefelé van csak levágva, akkor még lehet csinálni, ha lehetszel. Ha már combja sincs, akkor nem lehet. Akkor nem, a lányokból nem vettek az. Oké. Különben az a rész, amit kihagytunk, és amit még mindig fel kell vennem, még nem tudtam felrakni, a 104-3-as, azt hiszem. Ott van arról szó, és nem tudtam, mi erre a magyar kifejezés, egy olyan szerkezet, vagy nem szerkezet, hogy valakinek teljesen nincs lába. Indiában vannak ilyenek, hogy valaki, lehet látni, van, hogy rá van erősítve az ágyékára valami, és akkor a kezével tolja magát előre. Van ennek magyar neve? Nincs. És akkor arról van hosszan szó, hogy a cipőnek számít, vagy nem számít cipőnek. Oké, bárgy is legyen, csak azért mondom, hogy bárhogy is legyen, tehát akkor erre a kérdésre ez a válasz. A másik, a mixiv jarkarak. A köpésnél is, nem az van, és köpjön köpést. Köpjön, bármit köphet. Tehát, hogyha vért köp, akkor is kóser a köpés. Harmadik kérdés, ha ágid le, ha ezt a rossum, meg szávemez. Akkor Dánielnek azt mondta az angyal, hogy megmutatom neked az igazírást. Hígy száv se ének szávemez. Van olyan, ami nem igazírás? Nőikás a kámzárdins esélyem. És fú, a kámzárdins esélyem is. Attól függ, hogy Isten megesküdötte, hogy azt teljesíti ezt az égi íteletet, vagy nem. Ha megesküdött, ugye van ilyen, azt mondja a profétának, háj Ani, ha élek én addig, akkor teljesülünk. Ezt mondja Isten a profétának, ez egy ilyen esküszerűség. Megerősítette esküdött, akkor az teljesülni fog. Akkor az olyan, mint egy igaz írás. Amit nem esküdött meg, az még nem annyira biztos, hogy teljesülni fog. Rába Smuel bár Ámi, ahogy Smuel bár Ámi mondta, Rába Smuel bár Ámi, Rába Jéhan, ami nájleg zársa és be is jön, és én nem összkárgálja.
Honnan tudjuk, hogy az az ítélet, égi ítélet, amire Isten megesküdött, az nem fog elévülni? Azt van írva Sámuel a könyvében, Lachin is báti lebész Eli, imis káper avaim bész Eli be zevach mincha adoiba. Mert Élinek, a főpapnak a bűneinél azt mondta Sámuel, ezért esküszöm, hogy Éli háza soha nem fog megbocsájtatni, és Éli házának bűne nem fog örökké megbocsájtatni áldozattal és felajánlással. Ugye erről beszéltünk többször, hogy Éli volt ugye az a főpap, aki Silóban ugye volt a főpap, amikor a szentély még Silóban állt, ugye Sámuelnek is ő volt a mestere, Sámuel prófétának aztán, aki Sault meg Dávidot ugye kiválasztotta, és Éli fiai bűnösök voltak, több mindenről is szóval, hogy miben bűnöztek, egyrészt volt egy kis korrupció, ott maguknak szedték le az áldozatokat, az áldozatoknak a húsának a bizonyos részeit, és nem tették az oltára. Más bűnük az volt, hogy a nők, akik jöttek áldozni, azokkal nem úgy viselkedtek, ahogy kellett volna. És ezért Isten megbüntette, és azt mondta, hogy Éli házát megbüntetem, örökké nem fogja tudni soha megbocsájtani. És ott is van egy eskü. Esküszöm, hogy soha. Szóval, hogy akkor az tényleg, az már nem fog megváltozni. Zárójel. Azt mondja ez a szöveg, hogy nem fogom soha megbocsájtani áldozattal és felajánlással. Erre azt mondta Rába. Be zevachu mincha én mi szkáper, mi szkáper hu be divre tojra. Igen, soha nem fogom megbocsájtani, az átok a családján, a leszármazottjain örökké ott lesz, és nem fogom megbocsájtani, de hogyan nem? Áldozattal és felajánlással. De tóra tanulással igen. Ha valaki tórát tanul, akkor megbocsájtatik az ő családjából. Abája már zehmincha miszkábra, miszkábra miszkábra szadim, a báj pedig azt mondta, hogy adakozással. Ugye azt kell tudni, a misna mit mond, hogy ez a világ három pilléren áll. Tojra, vajdog, miszkábra szadim, tóra tanuláson, szolgálaton és jótékonyságon. A szolgálat az jelenthet imát, és jelenthet korábban áldozatokat. Szóval áldozatokkal nem fogok megbocsájtani. Rába azt mondja, de a másik pillérrel, a tórával igen. A bája azt mondja, a harmadik pillérrel, a jótékonysággal igen. Rába a bája, mint a base elik a kaszú. Miért mondta ezt Rába és a bája pont? Mert ők az ő leszármazottai voltak. Eli leszármazottai voltak. Rába, de azt mondja, hogy a hava hája arbainsin. Rába 40 évet élt. Látjuk, hogy valamennyire azért nem annyira fiatalon halt meg, tehát nem annyira, hogy nem volt az átok olyan erős. A báje azt mondta, hogy mi az, hogy szóval, hogy siszin sem. De a báje, aki nem csak tórát tanult, hanem jótékonykodott is, ő 60 évet élt. Akkor azt látjuk, hogy nála még jobban működött a dolog. Tanulában ennek kapcsán azt tanították a bölcsek. Mispacha Achaz hajszabirus aláim, volt egy jeruzsálemi család, ahogy Mészimke ben Smojne Esztesana, annak a gyerekei mindig 18 évesen haltak meg. Óvői Dióesz Rabbi Jehemel Zákár. Eljöttek Rabbi Jehemel Zákárhoz. Tehát most ez a történet, ez Eli után egy 600 évvel van. 6-700 évvel. Oké? Okay? Mert Rabbi Jehemel Zákár második szentély végén élt. Eljöttek Rabbi Jehemel Zákárhoz, és kérte, mit lehet csinálni, a gyerekek mind meghalnak ebben a családban, 18 éves kort elérik, meghalnak. Amellem sem a mispachas Éliáten, nem lehetséges, hogy ti Éli főpap családnak a leszármazottjai vagytok? Hogy írva van, hogy Marmiz Bészhanyi Musza Nosin, ugye az átokban, amit az előbb említettünk, Sámra azt mondta, hogy a családod gyermekei meg fognak halni. Férfiak meg fognak halni. Elérték a férfi kort, 18 éves kort, akkor meghalnak. De nem lehet, hogy ők ezért halnak meg. Lechove iszkuve tajrevet ihjú. A megoldás, menjetek és tanuljatok Tórát, és akkor élni fogtok. Halkó azt mondta, hogy hajú, így is történt, hogy Kajrina is szem is Pachat Johanan Alsmai. És innentől fogva a család elnevezte magát Johanan családnak, Jab Johanan ben Zakai tanácsa miatt. Amarav Smuel Baranya Amarav, ennek az átoknak, az égi átoknak a kapcsán azt mondta Rav Smuel Bar Unja Ráv nevében. Mi nájleg zárd inselt szibur se énöin nektam. Honnan tudjuk, hogyha egy egész közösségre született égi ítélet, akkor ezt soha nem pecsételtetik le. Magyarul soha nem végleges. Ha Isten hoz egy ítéletet, hogy az egész közösséget fogja sújtani, azt még bármikor vissza lehet fordítani.
Még nem pecsételődött le a ítél. Nem, bocsánat, nem azt mondta, hogy honnan lehet tudni. Ez így van. Tehát a közösségre hozott égi ítélet, az nem véglegesül, azt még meg lehet fordítani. Én, hogy nektam? Tényleg? Nem véglegesül? Jeremiás nem ezt mondja. Jeremiás, amikor Jeruzsálemről beszél, azaz Jeruzsálem szimbolizálja a zsidókat, az egész közösséget, azt mondja, Inte hapsziben neszembe tárbilach bairiz, nichtama vajnek lefanáj. Azt mondja Jeremiás, ha mosod is magadat neszerrel, neszer az egy ilyen mész, azt hiszem, vagy valamilyen ilyen erős anyag, amivel mostak annak idején. És akkor is a bűnöd folt én előttem. Magyarul nem tudsz már, itt már nincs visszaút. Bármit csinálhatsz, de ez már ki lett mondva az ítélet rád. Ela. Azt mondja, ez nem úgy kell, hogy nem végül, hogy soha nem véglegesül az ítélet. Ezt nem így kell értenem, hanem hogy. Minnáj is a finu nechtan miszkareá. Véglegesül az ítélet, de még mindig el lehet tépni az ítéletet. Még össze lehet tépni, még lehet van visszaút. Se nem már, ahogy írva van. Mi ká semelő kénybe halkarénő alap? Azt mondja Mózes a zsidóknak, ki olyan, mint a mi Istenünk, aki mindig közel van hozzánk, ha mi hívjuk őt. Magyarul Istent bármikor lehet hívni. Ha bármikor lehet hívni, az azt jelenti, hogy bármikor meghallgatja az imánkat, és bármikor megfordítja az égi ítéletet. Soha nem késő hozzá fordulni. Nincsenek fogadóórák, most már lekéste, nem jöhetsz jövő hónapban. Nem, bármikor lehet hozzá fordulni. Azt mondtam, hogy tényleg bármikor? Akkor miért mondja Ézsaiás azt, dirsa sembény macai, keressétek Istent, amikor közel van. Akkor most bármikor lehet hozzá fordulni, vagy csak közel van? Lajkásja, ha be achit, ha be cibul. Szóval attól függ, ha egyedül imádkozol, akkor az csak bizonyos időszakokban nyílik meg az isteni fogadóra. De ha az egész közösségben imádkozol, akkor bármikor. A közösségi imát Isten mindig meghallgatja. Okay? És mik azok a speciális időszakok, amikor az egyéni imát is meghallgatja, úgy, mint máskor a közösségit? Amarab Nachman, Amarab Avua, Élu Asszony, Yom Kippur, Sanem Yom Kippurim. Ez a 10 nap, Rosh Hashana és Yom Kippur között, a 10 bűnbánó nap, olyankor az egyén imája olyan, mint máskor a közösség imája. Oké. Shalchu Leila, Vua de Shmuel. Hogy? Nem, hanem arra van, hogy egyáltalán hallgatják, hanem ha van egy súlyos ítélet rajtad, akkor ez nem, akkor ott már záróra van. Azt hiszem, hogy már eldőlt, hogy valami, mit tudom, mondok valaki beteg, és halálos beteg. Akkor azt megfordítani, az egy égi ítélet, azt megfordítani egyéni imával nem lehet, de közösségi imával még esetleg igen. Sarkolélá volt a Smuel. Smuelnek, az apjának a következőt üzenték még a bölcsek. Ugye most már egy ideje ezeket az üzeneteket nézzük kisebb-nagyobb kihagyásokkal. Ja, vamos-e rakak a dam tachlesz? Ha egy sógornő vért köp, az jó a halicához. Miért? Nagyon praktikus, de fisi ilyesen le dam, blöjtszach cajachraik. Azért, mert vért nem lehet nyál nélkül köpni. Hogy? Igen? Ha a szádban jön, akkor biztos, hogy van benne egy kis nyál is. Azt mondja, Talmud, biztos? Hát nem, mert érzik a foga. Sok minden lehet. Várjátok, de még nem lövöm le a... Nem spoilerezek. Mészvét. Azt mondja, Talmud, de hát ez nem így van. Jalkali adom jöjjtszmi pív, umi pi ámo tome, Talmud, lőj már zöjvaj tome. Én dama jöjjtszmi pív, umi pi ámo tome el a tahaj. A folyásos beteg kapcsán azt mondja a Brájta, hogy ha valakinek a nemi szervéből, vagy a szájából vér folyik,
még tisztázzuk, tehát a Tóra azt mondja, valaki folyásos beteg, akkor a testváladékai is tisztátalanok. Nem csak ő tisztátalan, hanem a testváladéka is. De a vér az nem számít testváladéknak. A testváladék a sperma, a köpés, stb. Vizeletről nem tudom könyvben hallani. Izzadság sem szerintem itt. Tehát nem vagyok most 100%-ig biztos, hogy akkor mi igen, mi nem. De miért itt azt akarja mondani a Brájta, hogy a vér az nem. Tehát, hogyha vért köp, vagy vér jön a nemi szervéből, az nem számít olyan testváladéknak, ami tisztátalan. Miért? Mert a Tóra azt mondja, zajvajtame, a folyás a tisztátalan. De a vér az nem folyás. És akkor, ha igaz az, hogy a vért nem lehet köpni nyál nélkül, akkor nem igaz az, hogy nem számít tisztátalannak, mert lehet, hogy a vér magában nem folyás, de belekeveredik a nyál. Lajkás, kán, hogy majd cetsz, kán besajsz, ez. Azt mondja, Talmud, nem, attól függ. Mit jelent az, hogy vérköp? A vértköp, amiről mi beszéltünk, az nem az, amit hittünk, hogy vértköp, hogy a szájában egy seb, és abban a vértköp, hanem, hogy kiszívta a vért egy sebből, és azt kiköpte. Akkor abban biztos, hogy van nyál. Hogyha a szájából jön a vér, abban nem biztos, hogy van nyál. Don't ask me. Nem tudom, hogy ez... Akkor magyarul, ha sógornő vért köp, mert kiszívta a vért, és azt kiköpi, akkor az jó, az rendben van. De hogyha... megszúrta egy szúnyog, megcsípte egy szúnyog, és az oké. Okay. Mert abban biztos, hogy van nyál, de hogyha csak egy seb van a szájában, és abból köp vért, az nem biztos, hogy jó. Okay. Megyünk tovább. Heresse nechlac. Ja, a Mishnának a következő passzusa arról szólt, hogyha egy siket csinálja a halicát, vagy egy siketnek csinálnak halicát, vagy ugyanúgy egy kiskorú, akkor ezek mind érvénytelen halicák. Amari Huda Amaráb, Zú divre Rabbi Meir, ez Rabbi Meir véleménye, ával ha hami mémin, én halicasz katan klum. Mi a különbség? Egy pillanat, elnézést. Oké. Okay. Mit mondta a Mishnánk? A Mishnánk nem azt mondta, hogy érvény. Azt mondta, hogy érvénytelen a halica, de ez valójában azt jelenti, hogy a halica nem érvényes abban a szempontból, hogy a nő házasodhat kifelé, de abból a szempontból már mégis halica, hogy nem házasodhat a sógorral. Ugye erről már beszéltünk. Szóval ez a fél érvényességbe áll. És erre azt mondja Rabbi Yehuda, hogy ez Rabbi Meir véleménye, de a bölcsek szerint a kiskorúnak a halicája semmit sem ért. Tehát az, mintha semmit se történt volna. Katon se halca, ugye a másik eset, amikor egy kiskorú lány csinál halicát, arra mit mondott a Mishnánk, hogy ez nem érvényes. Várjuk meg, hogy megnőjön, és akkor csinálhat újra halicát. A nagykorú legyen. Amár Judah, amár Rav Zudir, Meir, megint csak ez Rabbi Meir véleménye, de amár is kasszúve pársa, meg sinem is alé is, ával ha hamim is kszíve pársa, is a bénk, dajlő bénk tána. A bölcsek nem értenek ezzel egyet, szerintük egy kiskorúnak is, kiskorú lánynak is, ha csinál halicát, az érvényes. Miért? Mert miért mondta Rabbi Meir azt, hogy a kiskorú lány halicája nem érvényes? A szövegben az van írva végig, hogy úgy hivatkozik a sógornő a sógorra, hogy is, ez a férfi. Ez a férfi nem akarja megtartani a testvérének az emlékét. Férfi, férfi, férfi. Akkor az nagykorú. És azt mondta Rabbi Meir, hogy ha a férfi nagykorú, akkor a nő is nagykorú. A bölcsek azt mondják, hogy nem. A férfi nagykorú, de a nő nem. Itt nincs szó nőről. És azért ők azt mondják, hogy egy kiskorú lány csinál halicát, az egy érvényes halica. Kik itt a bölcsek, akik ezt mondják? Akik azt mondják, hogy egy kiskorú lány csinál halicát, az kóser halica. Máha hamin. Rabbi Yoisihi. Rabbi Yoisi. Rabbi Chiyav, Rabbi Shimon, Rabbi Havu Yasri, Pesach, Halminai. Megint csak egy kis történet, egy kiskorú halicájáról. Egyszer Rabbi Chiya, Rabbi Shimon ben Rebi,
ültek együtt, passzak hádmi nájú, amár. És elkezdték egymást tanítani. Az első megszólalt, és azt mondta. Hámi spálel cancsíten egy nap lemáta. Aki imádkozik, az a föld felé kell, hogy nézzen. Nem az ég felé. És nem már. Vajú éjnejvén libi samkola jamim. Mert írva a királyok könyvében, hogy a szívem és a szemem azon lesz mindörökké. Az azon az Izrael földje. Akkor ezek szerint, ha imádkozik, akkor a föld felé kell nézni. Mert biztosan, hogy az Izrael földje, vagy mindenütt így van. Vagy Hádamar. A másik meg azt mondta, hogy nem. Éned le májla? Az ember az szemét az égre kell, hogy tegye. És nem már niszolev a vénvalkapáim, vagy éhában van írva, fölemeljük szívünket az örökkévalóhoz, aki az égben van. Akkor nem tudták, most csak a földre kell nézni ma közben, vagy az égre. Oda jött közben Rabbi Shmuel be Rabbi Yossi, és azt mondta nekik, na, mivel foglalkoztok, mi a téma? Azt mondták neki, az imával. Én azt mondta nekik, én megoldom a problémát. Káhamarába, ami spálcos héten, én nem lem náta, vagy libai lem ájla. Az apám azt tanította, amikor imádkozol, akkor a szemed az föld felé kell, hogy nézzen, a szíved az ég felé kell, hogy nézzen. Ugye mit jelent ez? A kommentárok azt mondják, hogy több oka is lehet, hogy miért nem javasolják, hogy az égre nézzünk. Az egy-két fő ok az az, hogyha az égre nézzünk, akkor félreértetés lenne, mint hogyha Isten csak az égben lenne. És mint az ég felé néznénk, hogy Isten ott valahol az égben hallgass meg minket. A másik magyarázat, hogy az ember nem illik, hogy ha fölfelé nézzen, akkor nagyon kihúzza magát, és ilyen büszkeségnek, vagy ilyen rátartiságnak tűnik, ami az ima közben nem illik, és azért inkább lehajtott fejjel kell. És akkor mi a megoldás, mert mégiscsak az van írva, hogy az égre nézünk, a megoldás az az, hogy a szívünket az égnek emeljük. Itt van különben egy másik, kicsit spirituálisabb magyarázat is, hogy itt Izraelről van szó, és Izraelben az isteni shina, az isteni jelenlét az a földön, az evilági dolgokban is érezhető, és ez jelenti a földre nézünk. Ha az égre néznénk, az azt jelenteni, hogy azt akarjuk azzal mondani, hogy Isten nem érezhető, nem manifestálódik ezen a világon. És ha Izraelben vagy, akkor ez nem illik, mert ha a földre nézel, ha az égre nézel, akkor az azt mondod, hogy Izraelben nem manifestálódik Isten jelenléte. De Izraelen kívül ott a számüzetésben valóban nem manifestálódik Isten jelenléte a Földön, ezen a világon, és ezért az égre nézés azt fejezi ki, hogy a fizikai világban nem annyira érezhető Isten. Oké, bárhogy is legyen, ha miközben ennek a sógornőkhöz, hogy ott üldögéltek, és beszélgettek, de Hachi azt a Rebi nem eszívta. Egyszer csak Rebi bejött a jesivába, a mester. Inhudá havak a lilúja szívúduk tájú, ők pedig hát ott üldögéltek, Rebi Hia és Rebi Simon Berebi, gyorsan leültek a helyükre, és ők nagyon soványak voltak, ezért könnyen megtálták a helyüket, gyorsan leültek. Viszont Rebi Shmuel ben Rabbi Yossi, aki ugye harmadikként csatlakozott, ő kövér volt, és Ágáb Jukré és a kövérsége miatt, ha faszéve azért na, lassú léptekkel ment, hogy mire a helyére elért. Amelé Abdon, erre Rebi egyik tanítványa, egy negyedik tanítvány, akit úgy jutak, hogy Abdon, oda szólt, azt mondta neki, mi az első, mi faszéve rossz jámkod, és ki ez itt, aki itt a szent nép fején járkál? Ugye miért? Mert a földön ültek a tanítványok, és amikor ő lassan oda ment a helyére, akkor közben úgy tűnt, mintha a fejükön lépkedne. Amelé, erre megszólalt Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi. Ani Shmuel ben Rabbi Yossi, se baszil ilmot taira mi Rebi. Azt mondja, mi az, hogy ki az? Én vagyok Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi. Azért jöttem, hogy Tórát tanulhassak Rebitől, a mestertől. Amelé, erre visszaszólt neki Abdon. Hiáta hagul ilmot taira mi Rebi. Te alkalmas vagy arra, hogy Rebitől tanulj Tórát? Amelé, ugye miért mondta neki ezt? Miért ne lenne alkalmas? Mert ő azt hitte, hogy ezzel, hogy ott járkál a többiek feje fölött, ezzel a ilyen nagyképűséget fejez ki. És ez nem ilyen, valaki nagyképű, akkor nem tud Tórát tanulni. Erre azt mondta neki, nem is mondom, hogy ma is a jargon, hogy tőled, hogy piak bura.
Mire azt mondta neki, miért? És Mózes alkalmas volt arra, hogy Istentől tanuljon? Azt akart ezzel neki mondani, hogy Mózes is csinált olyan dolgokat, amiket külső szemlélő úgy értelmezhette, hogy nagy képviség. Például azt olvassuk, amikor Mózes ítélkezett a nép fölött, akkor ő ült, amíg ők álltak. És mégis tudott, mégis tanulhatott egyenesen Istentől. Azt mondta neki, hogy Himo is járt, amiért te Mózes vagy? Amelé, Hirábha előkimhu? Miért is a te mestered Isten? Amelé, jöjj össze, és Sákli Rebi lematrászpej. Azt mondta Rebi Jöjszef, Rebi, megyünk végig, ki milyen büntetést kapott ezért a incidensért. Először is Rebi. De miért maradt csöndben? Miért nem kelt a védelmére Rebi Smolva Rebi Jöjszinak? Mi volt az ő büntetése a mesternek? Hogy a történet végén Rebi Smolva Rebi Jöjszi azt mondta Abdonnak, hogy miért a te mestered Isten? És nem azt mondta, hogy a mesterünk. Vagy a mester. Ada Achi Asya, oké, mindjárt folytatjuk, hogy ki milyen büntetést kapott, de közben folytatódott a történet. Ada Achi Asya, javam a lekámed Rebi. Miközben akkor mindenki megtalálta a helyét, egyszer csak beült, berohant egy megözvegyült sógornő. Amelé Abdon, de Rebi Abdon. Puk Batkei, odaszólt Rebi Abdonnak, ugye aki a korábban itt szóváltásba került Rebi Smolva Rebi Jöjszivel, azt mondta neki, na menj, nézd meg, hogy ez már nagykorú-e vagy sem. Le baszal, nafák, mikor kiment Abdon, hogy megnézze, hogy nagykorú-e. Ugye itt a nagykorú, hogy lehet megtudni, hogy nagykorú-e, hogy belépette a pubertáskorba, hogy két fanszőrszála nőtte. Ugye ez nem azt jelenti, hogy Ábda személyesen megvizsgálta a női vécében, hanem azt jelenti, hogy neki után kellett nézni, és meg kellett kérni. Ugye szó lesz majd róla a nem tudom hol pontosan, de a Nida traktátusban, hogy ilyenkor ez egy téma, hogy akkor pontosan kinek kell ezt megvizsgálni, ki, de nem a rabbik maguk vizsgálják meg, de akkor vannak ilyen nők, vagy valaki, akiket a Bézdi megbíz, stb. De mindenesetre meg kellett nézni, hogy nagykorú-e, amiből úgy tűnik, hogy Rebi azon az állásponton volt, hogy egy sógornő csak akkor adhat halicát, hogyha nagykorú. De baszal, de nafak, miután kiment Abdon, amelé Rebi Smol, akit megbántott Abdon az előbb, odaszólt Rebinek. Káhamarába azt tanította az apám, is kaszul-e pársával, is a bengdöjle bengtána. Az én apám azt tanította, hogy a szövegben az áll, hogy férfi, tehát a fiúnak, a sógornak nagykorúnak lenni kell lenni, de a sógornőnek nem kell nagykorúnak lenni, az lehet kiskorú is. Amelé, tallic, rachis, erre amikor visszajött Abdon, azt mondta ki Rebi, jaj, nem is kellett volna, hogy megnézd, hogy nagykorú-e. Várhogy az akár, mert Rebi Yossi, Rebi Smol, Berebi Yossi apja, azt mondta, hogy a lány az lehet akár kiskorú is. Kimasseya Abdin Vassi. Erre visszament Abdon a helyére. Amelé Rebi Smol, Rebi Jöjszi. Erre azt mondta neki Rebi Smol, Rebi Jöjszi. Mi se carich lai ám kodos, if a szél ám kodos? Mi se én carich lai ám kodos, hiach if a szél ám kodos? Erre most visszaadta neki, visszaszúrt neki Rebi Smol azt a... Látod? Akinek szüksége van, akire szüksége van a szent népnek, az ráléphet a szent nép fejére. De akinek nincs szüksége, akire nincs szüksége a szent népnek, az hogyan léphet rá a szent nép fejére? Mit akartam mondani? Látod, én bejöttem, és azt mondtad, hogy miért népek a szent nép fejére. De végül szükség volt rám, mert én szóltam, hogy hello, kiskorú is csinálhat halicát. Te rád nem volt szükség, amikor kimentél, mert nem tudtad, hogy kiskorú is csinálhat, és kimentél, amikor Rebi szólt neked. Most, amikor visszajössz, akkor népkedsz a többiek fején, pedig nem is volt rá szükség. Amelé Rebi lábdan, kumbeduchtech. Szóval állj föl, és menj, hagyd el a helyed. Vagyis Rebi itt megbüntette Abdont, és azt mondta, hogy tényleg nem illik, akkor állj föl, és magyarul a Abdonnak a nagyszájúsága, az most büntettetett meg.
Tanab, össze sanit, sztárrea abda. Brájtában azt mondjuk, hogy abda annyira elszégyelte magát, hogy leprás lett. De a leprát azt miért kapják az emberek? Azért, mert pletykálnak, rágalmaznak, rossz beszélnek. Kiderült, hogy őt nem is Molbra Bőszit megbántotta, és ezért leprás lett. Tavu Sébet és Nébanov ugyanabban az órában leprás lett, a két fia megfulladt, Manu Stéka Lajszov és a két menye megcsalta a férjét. Egyik rosszabb, ez sok szó lesz. Amram Nachman Yitzchak. Erre azt mondta Rab Nachman Yitzchak. Brich Rachman de Kaszfél Avdin Behajan. Ugye mind a három dolog különben olyan, ami a fulladás kivételével. Mind a három dolog olyasmi, ami szégyen is. Az ember szégyeli. Nem egyszerűen egy büntetés, hanem szégyen. Miért? A lepra azért, az ember szégyen, egy leprás, ki kell hagyni menni a városba, stb. Valakinek a menyei megcsalják a férjét, az is elég ciki. Ha valakinek meghalnak a gyerekei, akkor azon ír az embernek a gyerekei azért halnak meg, mert ő maga bűnös. Akkor azt jelenti, hogy ez megint csak ránézve ciki. És mégis azt mondta Rab Nachman ben Yitzchak, áldott a jó Isten, hogy Abdont ezen a földön szégyenítette meg. De még mindig jobb ezen a földön megkapni a büntetésedet, mint a eljövendő világban. Különben a smá előtti áldásban mit mondunk? Hogy add Isten, hogy ne vagy is valami kalemle olyan volt, hogy soha ne szégyenüljünk meg. És azt mondja a kommentár, az azt jelenti, hogy a túlvilágon se szégyenüljünk meg. Nem csak ezen a világon túlvilágon. És világon sem, mert a túlvilág szégyen, amikor az ember túlvilágra kerül, és ott azt megmutatják neki, hogy milyen értelmetlen, vagy milyen bűnös életet élt, az a szégyen az ezerszer nagyobb, mint ezen a világon megszégyenülni. És ezért azt mondta Rebbe Yitzchak, hogy még jó, Isten még jót tett Abdonnal, hogy ezen a világon szégyenítette meg, és nem a túlvilágon. Amarabi Ami, mint Varovselbe, Rebbe Nilmoid, Tánachi lecesz be pótesz. A lényeg az mi, amit ebből a történetből látunk, hogy egy kiskorú lány csinálhat halicát. Yep. Innen indultunk, hogy csinálhat egy kiskorú lány halicát, vagy sem. Mit látunk ebből a hosszú történetből, hogy végül is Rebi is elfogadta, hogy egy kiskorú lány csinálhat halicát. Rave Amár, átsöttek ilyen leöjnösznek dali. Bocsánat. Tovább menjünk, hogy Rebi Ami szerint nem egyszerűen arról van szó, hogy egy kiskorú, mert tudjátok, a kiskorúnak is több szintje van. Lehet egészen pici, lehet már gyerek, de nem kisbaba, lehet 9 éves, aztán van a 11 éves, amikor egy évvel van a felnőtté válás előtt. Szóval különböző színek. Én azt látom, hogy kislány, egész kislányok is csinálhatnak halicát. De Bioisitól azt láttuk, vagy Rebitől, hogy egész kislány is csinálhat halicát. Rave azt mondta, hogy nem. Igaz, hogy kiskorú, de átsiag jele a inaszne darim. Akkor csinálhat csak, ha már elért a fogadalom érvényességének a korához. Hosszú téma, de a lényeg az, hogy a fogadalom érvényessége az egy évvel a nagykorúvá válás előtt történik. Tehát egy lánynál 11, egy fiúnál 12 éves korban. Hilkosz átsas tibesté szájrez, a halakha viszont az, akkor csinálhat halicát, ha nagykorú lett, ha legalább két fanszőrszála már megvan. Oké. Okay. Az első vélemény szerint azt mondjuk, hogy egész kisgyerek is hozhat csinálhat halicát. Azt a kommentárok azt mondják, az, amikor ilyen 6-7 éves egy gyerek, és az adásvétele már érvényes, érdekes módon. Ha ingóságot atvesz, egy 6-7 éves gyereknek már érvényes a adásvétele, és ez az a kor, amikortól Rabbi Ami szerint már csinálhat halicát is. Rave szerint csak 11 éves kortól, amikor már a fogadalma is érvényes, és a halacha az, hogy csak onnan, hogyha két fanszőr szám már megvan. Chalcob és Snáim. A Misna következő része azt mondta, hogy ha két bíró, vagy három bíró előtt csinálta a halicát, és az egyikről kiderül, hogy az nem kóser, akkor
akkor a halicája nem kóser. És az a furcsa ebben, hogy mit mond, például meg kell néznem a misnát, mert már én sem emlékszem annyira jól. Halcom és lájom és lajosan nimca echad, mert karim és passzur. Oké. Még egyszer, akkor mit mondta misna? Ha két vagy három tagú bíróság előtt csinálta a halicát, és az egyik bírósági tagról kiderült, hogy alkalmatlan volt bírának, akkor a halica érvénytelen. De mi Simon és Rabbi Yochanan a Sandler azt mondják, hogy érvényes. Oké? Rabbi Akiva egyszer egy olyan halicát is érvényesnek tekintett, ahol nem volt senki. Ugye, emlékeztek, börtönben voltak, és egyik adott a másiknak. Oké, de akkor mi a lényeg? Az első vélemény, Tanakáma szerint csak akkor érvényes, hogyha egy bíróság előtt, egy két vagy három tagú bíróság előtt történik. De Simon és Rabbi Yochanan a Sandler szerint, hogyha ennél kevesebb, az is jobb. Azt mondta erre, azt mondta, én a lakka iszazok, nem is, a halakán nem azt a párost követi, tehát nem Rab Simont és Rab Yochanan a Sandlert. Tehát nem igaz az, hogy nem kell a bíróság. Kell a bíróság. De ő egyszer azt mondta, hogy már megmondta egy másik alkalom, hogy három fős kell, hogy legyen a bíróság. Akkor itt miért kellett még egyszer mondani, hogy nem azt a párost követi a halakha. Ugyanazt mondja kétszer. Zichi, de itt már halka májszalában, minden, minél hírlakat hír, avagod jelved, afirut rej, ke más módon én a lakaka is a zug. Az először is azért, ha csak azt lett volna, hogy azt mondta, hogy három tagú bíróság előtt kell, akkor azt hittük volna, hogy ez csak lehet hila a priori, de hogyha post festa bedi eved vagyunk, akkor mégis elég, hogyha nem volt ott három bíró. Ilyesmi nehéz lakva és zúg, elakítának kell, már vinnadé, aved. Hát hila, hogy baj, ha misa, szicha, és ha pedig azt mondta volna csak, hogy nem követi a halaká azt a párost, akik azt mondták, hogy nem szükséges a bíróság, akkor azt hittük volna, hogy ez csak a post festáról beszél, de lehet hila, akár egy ötfős bíróság is kell. Emlékeztek, hogy szólt el, hogy háromfős, ötfős, stb. Oké. Utolsó bekezdés, Májszese Halcu, ugye azt mondta a misna a végén, hogy történt egyszer, hogy egy férfi és egy nő halicát csinált egy börtönben, ahol nem volt bíróság, és az ügy Rabbi Akiva elé került, és azt mondta, hogy ez egy jó halica. Azt mondta, hogy oké, értem én, hogy nincsen, nem kell Rabbi Akiva szerint bíróság. De ha Beina, ha csak ők ketten voltak, mi a Dána, honnan tudjuk egyáltalán, mi ki tanúsítja, hogy valóban csináltak halicát? Azt mondja, hogy amire videóban smuelve édim rajna is szömöhúc. Igen, nem volt ott bíróság, és csak egymás között voltak, de a cellán kívül mások látták, tehát tanúk voltak arra, hogy történt halica. Kedves barátom, idáig tartott a mai nap, pontosan 59 perc és 6 másodperc. Úgyhogy ha most a köszönést is belevesszük, akkor ez a svájci órai pontosság, ez egészen hihetetlen. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Kívánok mindenkinek egy nagyon jó szombatot, Gut Shabbat, Shabbat Shalom, ez a szép nyári szombathoz. Aki megy mádra, annak egy gyönyörű mádi Shabbat, aki itt marad Budapesten, egy gyönyörű pesti Shabbat. Holnap este találkozunk, addig is kívánok. Ma van az év leghosszabb szombatja, az most lesz. 9 óra 48 perckor fog csak kimenni a szombat, úgyhogy mi is jó későn fogunk tanulni. Addig is mindenkinek minden jót, a viszontlátásra, viszonthallásra.